Gurulnak a labdák, a golyók és a motorok. Péntektől vasárnapig tart a 10. Gömöri János Teke emlékverseny. Az NK Teke első pályáján amatőr igazolt és ifjúsági versenyzők játszanak. Az eredményhirdetést vasárnap 17 órakor tartják. Szombaton muraközi sporttalálkozót rendeznek 8 csapat részvételével. A selejtezők 9 órakor kezdődnek, a versenyeknek a Fityeházi és a Murakeresztúri focipálya ad otthont. Utóbbin láthatják az elődöntőket és a döntőt is a szurkolók. Vasárnap véget ér az idei 42. Móricz Kupa. Délelőtt az elődöntővel kezdődik a program, melyen a Bajcsai 1, a Bajcsai 2, a Bajcsi Zsilinszki és a Pivári utca csapatai mérik össze erejüket. Vasárnap 9 órakor kezdődik a Zalakorosi fürdő pályáján a férfi strandfoci kupa, melyen az első 3 helyezett csapat mellett a torna legjobb játékosát és kapusát, illetve a gólkirályt is díjazzák. Szintén vasárnap a délelőtti edzéseket követően 13 órától amatőr motocross versenyt rendeznek 4 kategóriában a Petőfi utcai pályán.